Hello, szia, szevasz, üdvözlöm mindenkinek ezzel a szép napon, reggelen, délutánon, még mielőtt elkezdem a mai videót, mindenkinek előre is boldog új évet szeretnék kívánni, remélem, hogy jól fog telni a következő évetek is, még jobban, mint ez az év, és amúgy ma vasárnap van mi nálunk is, nem elég ébredtem fel, tehát ez a mai videó. Mostanában úgy filmezem a videókat, hogy ugyanaz nap, tehát nálatok is vasárnap hajnal van körülbelül, nálunk reggel 3-10 van, tehát mire ti felkeltek, addig ez a videó fel lesz a YouTube-on. Értitek, mit mondok? Tehát ez a mai videó. Nálunk ma vasárnap van, csak mi előrébb vagyunk az időben. Na mindegy. Amúgy akartam nektek mondani, végre sikerült órát választanom. Lehet, hogy tudjátok, vagy láttátok a tegnapi videóban, hogy ugyanis rajtam volt az óra, úgy, mint most is. Mindjárt megmutatom. A múltkor ugye kérdeztem tőletek, jó múltkor, most már egy jó ideje nézegetem az órákat, hogy melyik órát vásároljam meg, a Casiót, a Seikót, az Apple órát, és nagyon sok órát néztem, döntöttem, és nem más mellett döntöttem, mint a Seiko mellett. Látod? Várj, mutatom. Ez az új Seiko órám. Ez azért érdekes, nézd, hogy feljöttöd a szőröm, látod? Ez azért érdekes, mert ilyen órát nem lehet vásárolni itt Ausztráliában, sehol se, kivéve egy helyen láttam, azért vásároltam meg, ugyanis ezt az órát én nézegettem, nem ezt a kiadást, ezt az órát már rettentő régóta, ugye ezt a Seikót szerettem volna, csak nem ebbe a színbe. És egy hete mentem ugye a bevásárlóba, megláttam ugyanezt az órát, amit szerettem volna ebbe a színbe, ami limitált ilyen kiadás, csak Amerikába árulják, Amerikába csak a weboldalon keresztül tudod megvenni, tehát boltban nem is lehet kapni. Nálunk valami oknál fogva volt itt a boltba, és mondta, hogy ez kell. Nem kérdés, nekem ez az óra kell, és megvásároltam. Úgyhogy rettentően örülök, most már egy hete, lassan megvan egy hete. Amúgy ez egy búvár óra. És ilyen szép. Ugye én szeretem az órákat, ezt nem kell tölteni, ez nem mutat semmit, csak az időt. Hogy milyen hányadika van ma, látod? 30-a van, ahogy látod. Csak az időt mutatja, én nagyon boldog vagyok eddig vele. Mondtam, hogy lehet, hogy Apple órát akarok, lehet, hogy nem, ugye nem tudtam dönteni, de na mindegy, ez mellett döntöttem. Úgyhogy majd lehet, hogy veszek Apple órát, és ugye az Apple órát bármikor meg tudod venni. Bemész a boltba, és ugye megveszed, mert mindig lesz belőle, ha nem a 4-es, akkor az 5-ös, vagy a 6-os, a 7-es, de ebből ugye nincsen. Tehát nagyon megörültem, mikor ugye ezt megláttam, és azért meg is vásároltam. Na mindegy, csak gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy milyen. Gondoljátok, majd írjátok meg. Bár tudom, hogy a legtöbben azt írtátok, hogy az Apple órát vásároljam meg, mert ugye az jobb, de nem tudom, én nem tudtam megbékülni azzal, hogy tölteni kell. Tudom, hogy mostában mindent tölteni kell, de nem tudom, a jövőben egyszer lehet, hogy lecserélem ezt, és na mindegy. Amúgy most nem máshol vagyok, mint itt az autóba. Vettem, képzeld el, ilyen valamit, amit ezt nem tudom, hogy hívják magyarul, de ez arra jó, hogy be tudod húzni a lukakat, meg a repedéseket a hajón. Ugyanis ez kimondottan hajóra van, ugyanis a hajó süllyed, jön be a víz, nem mindig, csak sokszor, be a kabinba, úgyhogy ma megmutatom, hogy miért, ugyanis van rajta egy ilyen repedés, ahol a víznek ki kéne menni, ott bejön a víz. Na mindegy, majd mindjárt megmutatom. Jelenleg oda megyünk, csak reggel gyorsan itt megálltam ebbe a barkácsboltba itt mögöttem. Indítom az autót, és vettem ilyen, nem ragasztót, ilyen dolgot, amit így ki kell nyomni. Na mindegy. Nem tudom, hogy lehet látni, de elég sokan vannak már itt lenne a parton, meg itt a vízen. Próbálom lefilmezni. Mondom, hogy ez itt meg már szép, már nem ebbe a színbe. 31 fok van jelenleg, megint meleget mondanak. Ez a következendő egy pár nap, egy hét megint ilyen felmelegedés lesz. De mindegy, egy kérdésre akarok válaszolni, ugyanis többen kérdeztétek, hogy az autóval miért nem álltam be a garázsba, ugye? Azért nem álltam be az autóval a garázsba, ugye, mert megvert ugye a jég, azért kérdeztétek. Azért nem álltam be a garázsba, mert nem voltam otthon. Tehát ez a jégverés nem otthon történt. Otthon is volt jég, ugyanis mikor hazamentem, mindenkinek az autóját megverte a jég, az összes szomszédét. Úgyhogy nem tudtam mit csinálni. Olyan helyen voltam, hogy nem is voltam az autónál, tehát az autó parkol. Tehát mire odaértem volna az autóhoz, addigra úgy sem tudtam volna sehova elmenni. Úgyhogy ez van, nem tudok le mit csinálni, ezért nem álltam be a garázsba. A garázs volt majd benne az utánfutó, de ki tudom hozni. Tehát rákötöm, kihúzom, én meg beállok az autóval, az utánfutó meg odáll a feljáróra. Tehát már kigondoltam, hogy mert tudtam, hogy körülbelül ilyen november-decemberben van a jég, verés, az eső, és hogy mit csinálnék, hogyha jönne egy. És azt találtam ki, hogy az utánfutót ugye gyorsan kihúzom, az autóba pedig beállok, és semmi gond. És az a baj, hogy nem otthon voltam. Na mindegy.
Közben megérkezünk ide a kikötőhöz. Amúgy egy másik kérdésre is szeretnék válaszolni, aztán még nem válaszoltam rá, többen kérdeztétek, hogy a kikötő ingyen van, a kikötő nincs ingyen, a kikötőért fizetni kell. Ha ingyen lenne, akkor mindenki beállna, és nem minden, kikötőért fizetni kell minden hónapban, vagy minden héten. Már havonta kell fizetni. Na mindegy, megérkeztünk. Na megjöttem a hajóhoz, úgyhogy megmutatom, hogy hol van a víz. Arra átadok ide, hát a jobban látni. Tehát, ups, rálök az asztalra. Ott megy be a víz, de ide le alulra. Tehát oda be hátulra, nem olyan sok. Akkor megy be a víz, hogyha túl sokan vagyunk rajta, a hátul egy kicsit ugye lemegy. És ott mindjárt megmutatom, hogy ki kéne folyni a víznek, ott van egy ilyen valami hézag vagy valami, amit ki kell ugye ezzel tölteni, és ott valamiért bemegy a víz. Nem olyan túl sok megy be, tehát a hajó nem fog elsüllyedni. Körülbelül egy ilyen mennyi, egy liter megy be, ami nem olyan sok, akkor, hogyha egész héten ugye megyünk, és sokan vagyunk rajta, egy liter, másfél, ami nem olyan túl sok, tehát azt be kell tölni, és kész van. Úgy mindig ki szoktam melni, szoktam nézgetni. Most jöttem úgy rá két napja ezelőtt, hogy hol megy be a víz. Azt hittem, hogy itt az ablaknál, és ide lefolyik, de mondtam képtelenség. Tehát mindent már körbenéztem, úgyhogy egyedül arra tudok gondolni, hogy ott megy be a víz. Ups, na, már megmutatom neked, itt lök az asztalon, azt azért bevertem a fejemet. Itt látod, nem tudom mennyire lehet látni, mennyire nem, de ezen a részen itt van egy ilyen repedés, és ott megy be szerintem, úgyhogy ezt most ki fogom itt húzni, aztán talán jó lesz. Úgyhogy kibontjuk ezt a szilikont, vagy minek hívják, nem? Annak hívják. Sziloplaszt. Itt ez a pisztoly, amit leveszem az órát. Leveszem az órát, és megmutatom, hogy néz ki. És az előbb az autóval nem tudtam ugye rendesen megmutatni, csak megtörnöm a kezemet. Tehát ez a Seiko óra, ez egy pedi, ez egy ilyen búvár óra, ami 200 méterig ugye lemesz fel a víz alá, bár nagyon minden, mert nem fog vele búvárkodni. És ez azért érdekes, amit én néztem, hogy az kék szíja volt, kék volt minden, piros volt ez a része neki. Az egy ilyen special kiadás volt, és nekem nagyon tetszik ez a, ez a búvár óra, nekem nagyon tetszik, és mivel kiadták ezt ebbe a színbe, kiadták ebbe a szürkébe, kiadták zöldbe, meg kékbe, nekem ez a szürke nagyon megtetszett, és azért gondoltam, hogy megvásárolom, meg főleg, hogy nem lehet sehol megvásárolom. Mindenhol néztem az internetet, képzeld el, sehol nincsen kívül, Amerikában a Seiko weboldalon keresztül tudod megvásárolni, ott is csak online-ban, nem tudom, hogy miért. Boltba egyáltalán nem lehet kapni, hogy hozzánk hogy ért el, egyetlen egy boltba láttam. Azóta minden boltba bementem már, mindenhol nézegettem, sehol eddig még nem láttam. Lehet, hogy most fogják behozni ugye 2019-re, és most majd mindenhol lehet vásárolni, nem tudom, de egyelőre nem lehet. Úgyhogy ami az jó a Seikóban, hogyha legalábbis nálunk, hogyha behozzák, hoznak belőle mondjuk 2-3-at és eladják, utána nem rendelnek többet. Tehát nem lesz mindenkinek ugye ilyen a kezén, és nem tudom, nekem azért tetszik, mert én szeretem az órákat. Tehát az Apple óra az óra, de nem óra. Ez óra. Ami szoláros óra, tehát tölti a napfény, tölti az ellemet, és látod, nekem tetszik. Na mindegy, gondoljátok, írjátok meg a véleményeteket, hogy ti mit gondoltok róla. Bár tudom, hogy nektek nem tetszik. Legalábbis sok embernek. Mert az Apple órát írtátok, úgy, hogy azt vagyok. De na mindegy, gondoljátok, írjátok meg, szerintetek milyen. Szép vagy nem szép? Nekem tetszik. Na, úgyhogy akkor most menjünk, aztán tömjük be a lukat. Na kész vagyok, megcsináltam mindent. Amúgy bemásztam ide, mutatom. Oda hátul, oda be az aljára, opa. És ott van egy ilyen cső, egy ilyen kifolyó. Tehát egy ilyen rendes cső, és az a cső, képzeld el, eddig nem láttam, most teljesen beálltam a végére, és el volt törve. Tehát azért ott jött be a víz, több mint valószínű, úgyhogy én azt mondom, hogy jól csináltam. Tehát be kívülről bekentem, onnét az egészet, a kívül az oldaláról is, meg bemásztam, és a csövet megcsináltam. Nem tudom, hogy jó lesz, vagy nem, majd meglátjuk. Ez kimondottan ilyen hajóra van ez amit vettem, amiből be kell ugye kenni. Megköt körülbelül egy ilyen 1-2 órán belül, úgyhogy valószínűleg majd holnap visszajök, aztán megnézzük, és jó lesz. Ha nem lesz jó, akkor valamivel áttekerem a csövet. Kicserélni nem tudom, ugyanis a cső, és képzeld be van itt fiberglasszozva, nem tudom, hogy miért, lehet, hogy azért, hogy erősebb legyen, és ez a fiberglass el volt törve, volt egy ilyen repedés, és valószínűleg ott jött ki, vagy be a víz. Na ugye, az egyik, hogy megcsináltam. Most nem máson megyek, mint megyek hazafele, aztán megebédelünk, délután pedig nem más fogunk csinálni, mint el kell mennünk a boltba, ugyanis holnap van szilveszter?
Ja, holnap van szilveszter, ugye? És utána megyünk a szüleimhez, úgyhogy ezt a videót még meg kell szerkesztenem, mielőtt elmegyünk, hogy fel tudjam tölteni, hogy ti meg tudjátok nézni. Na mire? Úgyhogy most zárok, aztán megyünk. Hozzáérkeztem! Te rettentő, rettentő meleg van! Levettem a fölsőt, ugyanis egy kicsit megizzadtam, hogy ugye most nemek lezuhanyzok, aztán meg is borotfálkozok. Már nem borotfálkoztam, mennyi ideje? 3 napja! Ma lehet, hogy ma van negyik nap. Ó, te! Nem tudom, lehet, hogy egyszer meg kellene hagyni így a szakál, ez nem szakál még, és megnézni, hogy hogy néznék ki, nem? Na mindegy. Bár a gyerekek nem szeretik, meg a feleségem sem nagyon, ugye, amikor közel megyek hozzák, és ilyen szőrös, meg így bök, meg. Na mindegy. Úgyhogy megborotfálkozok. Lukasz szüleimnél van jelenleg. Ja, majd utána megyünk át hozzájuk. És holnap szilveszter lesz. Mit csináltuk ti szilveszterkor? Csináltuk valami érdekesnek? Mentetek, vagy mentek be buliba valahova, vagy szilveszteri partiba, vagy mit csináltok? Otthon lesztek? Mi itthon leszünk, délután a szüleimnél leszünk, ugyanis átmegyünk, de a Davisnek ugye mindegy, hogy szilveszter van, új év van, vagy mi van. Ő akkor is ugye megy aludni 8 óra környékén. És ugye mindig megy aludni 8 óra környékén, tehát mindegy, hogy mi van, hogy akkor is fáradt lesz, és ugye hazajövünk, tehát vártunk a szüleimhez délután, valószínű ott leszünk, valószínűleg egész délután, aztán jövünk haza, és itthon leszünk 4-esbe, 3-as. Ugye Lukasz az fent marad, gondolom éjfélig, vagy fél egyig, egy óráig nem hiszem, de ugye megvárjuk a szilvesztert, aztán semmi, nem lesz ugye semmiféle fajta buli nálunk. Na mindegy, a Davisnek jelenleg képzeld el, még nem volt láza, ami jó. Talán most már lassan elkezd ugye neki menni. Ugye tegnap videóban mondtam, hogy én mindig lázas. Még tegnap is nagyon lázas volt, el is aludt délután. De ma reggel már nem volt neki, úgyhogy talán most már kezd jobban lenni. Az autómért ugye még mindig nem jutok vissza. Nem is fognak most ugye az ünnepek miatt. Na mindegy, ahogy elkezdtem nézegetni az autókat, lehet, hogy ugye eladom, vagy elcserélem, vagy becserélem, nem tudom. És azt nem tudom, hogy milyen autóra. Még néztem a Kiát, néztem... Majd megmutatom, a következő videóban megmutatom, melyik Kiát néztem. Ugyanis van ugye több fajta Kia. Kia volt régen. Kiát én szerettem, ugye ezt a Rio-t, csak az volt a baj, hogy pici volt. Most egy nagyobbat nézegettem. Néztem ezt az újabb fajtát, ezt a Stingray-t? Nem, az nem. Stinget, vagy hogy hívják? Nem ezt a Kiát, azt a nagyobbat. Azt is nézegettem. A Jobbik változata, az nagyon tetszik, de szerintem elég drága, legalábbis annyi pénzt nem szeretnék költeni autóra. Az alapváltozata ugye elfogadható áron van, én szerintem ugye ahhoz képest, hogy mi van benne, de nem tudom, de nem olyan erős, mint mondjuk a Ford. Na mindjárt, ma meglátjuk. Úgyhogy én most nem más csinálok, mint elmegyek zuhanyzóba. Ezt a mai videót én itt most lassan befejezem. Ez csak egy gyorsabb videó volt, és most semmi érdekeset nem fogunk csinálni, kivéve, úgy mondtam, de utána megyünk a boltba, ugye kell venni egy pár dolgot, így holnap este és szilveszter, ugye itthon leszünk a családdal, de nem tudom, valami chipset vagy valamit, bár van itt van chips, úgyhogy nem tudom mit kell venni, szeleségem mondta, hogy kell menni a boltba. Aztán hova megyünk? Ja, meg a szüleimhez, megyünk a szüleimhez. Na ugye, ezt a mai videót én itt most befejezem, csak járkálok ide össze-vissza. Mindenkinek boldog új évet, vagy előre is, vagy boldog szilvesztert, vagy mit szoktam szilveszterkor mondani. És remélem, hogy jól fog telni a következő évetek is, jól fog indulni. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor nézzük, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!